Találkozót kezdeményezett az Erdélyi Magyar Szövetség az RMDS-szel a decemberi parlamenti választások kapcsán. A szövetség szóvívője Hegedűs Csilla közölte, megkapták az EMS levelét, és bár az időpontot még nem rögzítették, a találkozóra még ezen a héten sor kerül. 4 éve a 2016-os választások előtt az RMDS együttműködési megállapodást kötött a Magyar Polgári Párttal, amelynek értelmében az MPP 2 képviselője parlamenti mandátumhoz jutott. A későbbiekben viszont az MPP fúzióra lépett az Erdélyi Magyar Néppárttal, és az egyik képviselőjét, Bíró Zsoltot kizárták a pártból, társát, Kulcsát Elza Józsefet pedig marginalizálták. Az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt fúziója révén létrejött Erdélyi Magyar Szövetség társelnökei pénteken közölték, hogy megkeresik az RMDS-t, és felajánlják együttműködésüket a decemberi parlamenti választásokon.